Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász. Volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű szép nagy halat. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a hal. Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben. Minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a halat visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. Na, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép halat. Hát miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el. Minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára, odaállt a víz szélére, és hangosan mondta. Hallod-e, te hal? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tenger partján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a hal, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánod. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött-forgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a halhoz. Mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e, te hal? Az én feleségem mindig pöröl vélem. Egy kis idő eltérve felbukkan a hal, és azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar, meg hogy grófok legyünk. Eredj haza. Úgy van, amint kívánta. Hát ahogy hazaért, látta a gyönyörű szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? A felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, alig, hogy megébrednek, azt mondja az asszony. Hallod-e? Eredj ahhoz a halhoz, és mondd meg neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. A szegény halászember mit volt, mit nem tenni, ismét elballagott szomorúan a víz szélére, és azt kiáltja. Hallod-e, te hal? Az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi. Hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér, a szegény ember nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát. Mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét. No, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirradt a másnap, azt mondja az asszony. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a halhoz, és mondd meg neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni. Azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász. Csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te hal? Az én feleségem mindig pöröl vélem.
Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajtékzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon nagy sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jól van, mondja a hal, ha azt hiszi, hogy munka nélkül élhet, és másokon uralkodhatik, hát legyetek ismét halászok. Eredj haza, megtalálod őt a halászkunyhóban. Úgy is lett. Ott találta a szegény halász a kis halászkunyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett. Még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.